Szintén egyedülálló Magyarországon az a meddőségi központ, amit ősszel adtak át a Debreceni Egyetem égisze alatt. Az intézményben lehetőség van arra, hogy a sikertelen gyermekvállalással küzdő párok női és férfi tagját egyszerre komplex módon vizsgálják ki. Mit jelent ez a gyakorlatban? Hány pár küzd ezzel a problémával? Miben tudnak segíteni a meddőségi központ szakorvosai? Elmondja dr. Krasznai Zoárd, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának igazgatója, illetve dr. Sápi Tamás, a Meddőségi Centrum vezetője. Jó estét kívánok, uraim! Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Jó estét kívánok! Igazgató úrhoz fordulok először. Mit tud ez a Magyarországon egyedülálló klinika, meddőségi központ, miben unikális? Már banálisnak tűnik a probléma, de mégis 3 évvel ezelőtt álmodtuk meg azt, hogy, és mégis az országban egyedülálló módon, hogy ebben a központban férfit és nőt, a párt együtt vizsgáljuk ki. Eddig is voltak meddőségi vizsgálatok a szülészeti nőgyászati klinikán, az urológiai klinikán, mégis ez a fajta komplexitása, hiszen itt egy párról van szó, hogy átérezze a pár ezt a fajta közös problémát, főleg a férfi oldal vonatkozásában, ezért tartottuk egy nagyon fontosnak ennek a központnak a létrejöttét. Talán még erősíti a központnak azt a fajta pszichológiai pluszát ez a dolog, ami ezen pároknak szükségük van rá, hogy nem a klinikai közegben, bár az egyetemhez kötött abszolút ez a központ, mégis az egyetem központi területéről kiragadottan a nagy erdőben üzemel, ezáltal megadja azt a fajta intimitását, amit ez a problémakör talán meg is érdemel. Hány párt érint ez a probléma? Van erre valami fajta kimutatás, statisztika, illetve milyen kapacitásokkal rendelkezik ez a centrum? Hogyne, országosan is, illetve világszerte is tulajdonképpen azt mondhatjuk, minden 6. párt érint ez a probléma, és ennek nyilván vannak férfi és női okai, nyilván a civilizáció azt a problémák egyre inkább göngyölítik azt a fajta hógolyót, ami egyre inkább fogja hozni azt a problémát, hogy egyre-egyre több pár fog szembesülni ezzel a problémával. A klinikumban, igazgató úr, hogy jelenik ez meg? Miben látja ön személy szerint ennek a központnak a jelentőségét? Ennek a központnak a fő jelentőségét egyrészt a kapacitása adja. Az a kapacitás, amivel, ahogy a Sápi főorvos úr is elmondta, ez egy komplexen a nőket és a férfiakat nagy számban, akár évi körülbelül 2000 beteget is el tudunk látni a központban, tudja vizsgálni, és mögött áll egy teljes egyetemi klinika, annak a teljes diverzitásával, tehát bármit fognak találni, nem bármit, de gyakorlatilag nagyon nagy eséllyel tudunk rá megoldást találni, hogyha egy miómát, egy méhen belüli elváltozás legyen, az mióma vagy polip találnak, olyan sebészeti beavatkozások, olyan hormonális beavatkozások vagy elváltozások vannak, amire reagálni kell, vagy akár, hogyha annál súlyosabb az eset, amit ebben a központban meg tudnak oldani, és lombik beavatkozásra van szükség, a Debreceni Egyetem klinikai központjában, és vagy a szülészeti klinikán, vagy az arcközpontban erre van lehetőség. Tehát egy teljes klinikai diverzitás áll mögött a központ mögött, és ez tényleg unikális gyakorlatilag, hogy ennyire direkt betegutakkal ezek a betegek egy nagy régióból be tudnak csatlakozni ide. Ezzel a problémával, hogy tervezik, mégsem születik meg a kisbaba, a praxisa során mennyire gyakran találkozott? Mik lehetnek az okok? Gondolom, hát itt nagyon sokat emlegeti például a stresszt. Nagyon sok oka lehet, lehetnek férfi-női okok, vagy lehetnek olyan okok, amik vagy nem felismertek, vagy mind a két oldalt érintik. Ezek körülbelül egyforma arányban vannak jelen. Azokat az okokat érdemes, az okokon felül inkább én onnan közelíteném meg, hogy nagyon sok nő későn jut el oda, hogy babát szeretne, kitolódik az első gyermekvállalásának életkora. Ez mennyi az most körülbelül? Az első gyermekvállalás életkora. Az 30 környékén, vagy fölötte is akár? 18-28, tehát 28. Éppen 30 alatt van, de ez az átlag. És aztán nagyon sok nő, amikor eszébe jut, hogy 35-36 évesen vágyik egy gyermekre, és az nem jön rögtön össze, akkor nagyon hamar kerül olyan helyzetbe, hogy ott viszont nagyon ketyeg az óra, és ott viszont nagyon nagy jelentősége van az időnek, hogy gyorsan fogják ezeket a problémákat felismerni, gyorsan fogják kezelni, és gyorsan eljut oda, ahol ezekkel a szükséges beavatkozásokkal még sikeres gyermekvállalás lehetséges, mert 40 felett ennek azért az esélye nagyon jelentősen csökken. Főorvos úr, konkrétan mi történik önöknél, a férfi, illetve a női? Ideális esetben az történik, hogy a pár együtt érkezik az elsődleges vizsgálatra, ilyenkor a nőgyász kollégával találkoznak.
Ekkor történik egy esetfelmérés, az előzmény adatokat feltárjuk, nyilván ebben rengeteg orvosi adat szerepel, illetve banális adatok is. Ezt követően történik külön-külön a férfinek, illetve a nőnek az alapvető és részletes kivizsgálása, majd miután ez a külön-külön vizsgálat megtörtént, újra a párral együtt idilli módon találkozunk, és akkor rámutatva a problémára, vagy megpróbálunk egész rövid, egyszerű módon választ adni a problémára, és esetleg sikert érni el, vagy pedig, ahogy igazgató úr említette, a különböző társzakmák segédletét vesszük figyelembe, és az ő segítségük által esetleg kisebb kitérőkkel, de egyértelmű tiszta betegutak, ez nagyon fontos volt, az elnök úr is ehhez ragaszkodott, hogy ezek a tiszta betegutak ezek jelen legyenek, hogy a beteg számára, ezeket nevezzük betegeknek, tulajdonképpen páciensekről van nyilván szó, hogy minél egyszerű módon próbáljunk a problémájukra gyógyírt találni, vagy ha a probléma bonyolultabb, akkor nyilván nagyon szoros kapcsolatunk van, nem csak az egyetem különböző klinikáival, de az igazgató által említett arcközponttal, akik az EVF-fel foglalkoznak, tehát amennyiben a mi szintünkön az inszeminációk bezárólag nem tudunk problémára megoldást nyújtani, abban az esetben az EVF programba ajánljuk a pácienst. Az mit jelent ez a program? Ez a lombik program, ami ugye a testen kívül megtermékenyítés jelenti, ugye ez a csúcsellátó része ennek a meddőség ellátásnak, az tőlünk függetlenül ebben a klinikánkon működő arcközpontban zajlik. Igen. Én még itt közbeszúrnám azt, hogy eleve is nagyon nagy a leterheltsége ezeknek a lombik programot végző intézményeknek, szerte Magyarországon mindenhol, és minden irányelv azt mondja, hogy a lehető legegyszerűbb megoldással kell a kívánt terhességet elérni, úgyhogy ha nagyon sok nőnek tudunk segíteni, akik tulajdonképpen nem szükséges, hogy majd bemenjenek oda, és lombik babájuk legyen, azzal is nagyon sokat segítünk, de azzal is, hogyha feltárjuk az okokat, rendbe rakjuk az okok egy jelentős részét, mire oda kerülnének, hogyha esetleg csak lombik beavatkozással lehet a kívánt terhességet elérni. Itt egyébként gyógyszeres kezelések, milyen terápiás lehetőségek vannak a lombik előtt még? Abszolút, hogy szóba kerül például a pszichológia. A pszichológiának óriási jelentőség van. Ez a meddőségi központhoz is több pszichológus kolléga csatlakozott áttételesen, és sokszor kérjük az ő segítségüket is. Ezután történik egy egyszerű életmódbeli tanácsadás, valóban különböző hormonszintek szintjén, amikben elcsúszás van, ezt gyógyszeresen tudjuk befolyásolni, amelyben a meddőség egyik fő oka a nő részéről a petesejtérés zavara, azt is általában relatív egyszerűen gyógyszeresen tudjuk ellátni, és akár nem feltétlenül a mesterséges irányba vinni, hiszen ahogy igazgató úr mondta, itt nyilván a cél az, hogy minél egyszerűbb módon, minél kevesebb gyógyszer felhasználásával, de reálisan tudjuk hozni a várt sikert, a terhességet. És ez a célunk. Az elmúlt hónapokban gondolom azért valami fajta tapasztalati adatsor már rendelkezésükre áll. Fiatalok, idősebbek, középkorúak, kik keresik leginkább önöket? Vagy kik keresték már? Mindenféle korosztály, de elsősorban, hogy igazgató úr is említette, az idősebb korosztálynak a fő problémája az abszolút lecsapódik tehát nálunk. Tehát az idősebbek alatt, bocsánat, a 35 évet tartjuk egy ilyen bűvös határnak. Nem véletlenül az, hogyha például egy 40 éves hölgy bukkan fel a szakmedésén, az eredendően és a bármilyen jó hormonális mutató is vannak, azt a lombik központba ajánljuk. Pont azért, hogy elnevegyük a lehetőségét, hogy neki saját biológiai terhessége legyen. Tehát az életkor az egy nagyon fontos meghatározó ebben a problémában. Ha amíg nem volt ilyen komplex meddőségi központ ellátás, azt gondolom az jelentősen leterhelte a nőgyógyász szakorvosi gárdát. Ez így van, illetve ennél sokkal rosszabb körülmények között egy szakrendelőben úgy tudtak a betegek ehhez a szakellátáshoz jutni, ahogy tulajdonképpen most az ország többi részén tudnak, hogy van egy adott szakrendelő, ott megnézik az adott szakorvosok, akik ezzel foglalkoznak, nem egy fix csapat többnyire rotációban, és aztán, hogyha valami problémát találnak, akkor majd elküldik egy adott sebészeti beavatkozásra, vagy az endokrinológushoz. Sokszor nem is ugyanazon a kórházon belül Magyarországon, hanem egy másik kórházba kell mennie a betegnek, aki lehet, hogy 3 megye távolságból jött ide, és aztán, ha nem sikerül, akkor majd egy másik intézménybe továbbállnia. És egyrészt a kapacitások nőttek, másrészt a hely összehasonlíthatatlanul egy európai színvonalú, tényleg nagyon gyönyörű helyet szerelt fel a Debreceni Egyetem erre a meddőségi központra. Harmadrészt ezeket a szakorvosainkat úgymond függetlenítettük a napi klinikai rutintól, tehát ők erre tudnak fókuszálni az idejüknek abban a
részében, amit ezzel töltenek, és ez egy tényleg nagyon jó szintű betegellátást, és ahogy a Sárpi adjunktus mondta, ez egy tiszta betegutak, lefektetett szabályok szerint, és európai sztenderdeknek megfelelően folyik, és nagyon nagy igény van rá a betegek részéről, tehát tényleg egyre érezzük azt, hogy egyre több beteg tud róla, gyermeket vágyó pár tud róla, és itt olyan beavatkozásokhoz jutnak hozzá, amik vagy nagyon hosszú várólistákkal, vagy a magánellátásban voltak korábban igénybe vehetőek. Főorvos úr, ennek a beszélgetésnek is az nyilván az egyik célja, hogy minél többen halljanak, főleg akkor, hogy amikor ugyanis a kormányzatnak van egy ilyen deklarált célja is, hogy minél több gyermek szülessen, családbarát, de ahogy leveszem itt a beszélgetésből, úgy tűnik, hogy ez abszolút páciensbarát is ez a köszönöm. Abszolút, tehát ez nyilván csatlakozik a kormánynak azon szándékához, ami 3 évvel ezelőtt ugye ingyenesítették a meddőségi ellátást, annak a kivizsgálását és bármiféle terápiás módozatát is. Ez nyilván óriási beteg halmaz göngyölít, ami ahogy részben ugye beszéltünk róla, az lecsapódik a lombik központok, de abszolút nálunk is szintjén. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy az eddigi meddőségi szakrendelése megforduló beteganyagnak már kb. 2,5-szeresét produkáljuk ebben a központban. Sokkal nagyobb felvevő területről érkeznek betegek több megyéből, és nyilván ennek a hirdetése a beteg számára ismertét tenni ennek a fajta központnak a működése, ez egy nagyon fontos dolog, hogy valóban, amiről szó volt, hogy a betegek időben megcsúsznak, nem érkeznek elő időben, az életkorok vonatkozásában is nem jutnak meddőségkezeléshez. Ez nagyon fontos, hogy tudjanak róla, hogy ez a központban ez elérhető, mindenféle terápiás módozat elérhető, és ingyenesen elérhető, ez egy nagyon fontos dolog. Egyetlen kérdés a végére, be kell kopogni önökhöz, vagy azért ehhez kell egyfajta beutaló rendszer? A beutaló rendszerhez most már nem ragaszkodunk, de mindenképpen időpontkéréssel indul az egész kivizsgálás, amit egy központi felületen, vagy akár a meddőségi központon keresztül is a páciensek igénybe tudnak venni. Honlapon minden információ. Minden információ, és a Debrecen Egyetemnek ez a betegirányítási központvonal az 52-es körzet, 52-52-52, ha ezt felhívja valaki, akkor biztos, hogy... Ami az UNIDEB nyitó lapján, így van, azon is bezárásra vár, miután megnéztük a számot. Nagyon szépen köszönöm, és hát nagyon sok sikeres kezelést és babát váró párt kívánok önöknek. Nagyon szépen. Köszönöm, hogy itt voltak. Eddig tartott ma az Esti Közelkép, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!